Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi jóslás szeptember 26-áig. Szeptember 26-án van egy Lilith energia. Ez a Lilith energia kihat ránk, és ilyen napokon megvannak a vágyak, az emlékek, a remények és az álmok sokkal intenzívebben, mint más napokon. Van, amikor Lilith úgy hat ránk, hogy érezzük azt, hogy ez elérhető. De néha vannak napok, amikor az számunkra elérhetetlennek tűnik, és gondoljuk azt, hogy ezt fel kellene adni. Szeptember 26-án pontosan egy ilyen nap van. Megvannak az álmok, a remények, a vágyak, de úgy tűnik, mintha ez elérhetetlen lenne. Azon kívül ezen a napon Lilith eléri a felfele mozgó kármikus csomót, Ráhút. Ez a sárkánynak a feje. És mivel az ő fejéről van szó, itt inkább gondolatokról, tervekről, vagy anyagiakról, és kevésbé az érzelmekről. Ez kihat ránk, ez a holdcsomó, és Lilith szintén most a hétvégén. Így most hétvégén inkább anyagiakról van szó, vagy tervekről, és kevésbé az érzelmekről, tehát rendezhetjük az anyagiakat, ami pedig a szerelmi dolgokat illeti, várjunk jövő hét elejéig. Vannak múltak, van jelen is, van jövő is. Először megtekintjük a múltadat, mit kellene megőrizni, vagy mitől kellene eltávolodni. Itt ezen a képen a börtön látható. Ennek van egy szimbolikus jelentése, amikor fogva érzed magadat. Ezek lehetnek a félelmek, a bizonytalanságok. Tedd át magad ezen, mert ennek nincs jó hatása. Ha félelmek vannak, akkor nem mennek előre a dolgok, és betegít bennünket. Ez a kártya jelentheti azt is, hogy te vagy a te lelki társad fogva érzi magát valahol. Ez lehet a munkahely, de lehet még egy párkapcsolat, vagy a lakóhely. Itt fontos az, hogy kilépni ebből a börtönből kell egy megoldás, egy lehetőség, valamin változtatni, vagy nálad, vagy nála. Itt ő megjelenik középen, mint egy győztes, de mások is szeretnének itt győzni. Az azt jelenti számodra, hogy te dicsérsz másokat, segítesz másoknak, vagy adsz erőt másoknak. És mindenki győz, mindenkinek van előnye emiatt. De én itt feltenném a kérdést, hol maradsz te? Mikor kapsz te erőt másoktól, vagy elismerést másoktól? De gondolj arra, ezt te is megérdemelnéd. Valaki kopogtat az ajtódon. Ez lehet egy látogatás, egy kapcsolat a múltból, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és itt kopogtat rád a szerencse, ami utalhat változásokra.
egy jó lehetőségre. És most megtekintjük a jövőt. Itt a nap látható, az utal a te énedre. Ha az életedet úgy tekinted, mint egy színdarab, akkor a nap azt jelenti számodra, itt te játszod a főszerepet, te állsz a középpontban. Miért van így? Mert a nap a mi naprendszerünknek a központja. És te, személyesen, te vagy az életednek a központja. Tehát nem másokat kell segíteni, hogy ők győzzenek. Persze van kivétel, ha ők ezt megértemlik, akkor szívesen, de én úgy gondolom, te mindenkinél segítőkész vagy. És gondolj arra, hogy ez a kártya neked azt mutatja, most te állsz a középpontban. Mert te is megértemled azt, hogy mások erőt adjanak neked, hogy mások segítsenek téged, hogy te végre elismerést kapj. Itt ezen a képen látható ez a hölgy, és uralkodik a levegő eleme felett. Az utal a könnyűségre és a szabadságra. Elhagyni ezt a börtönt, amit szimbolikusan értek természetesen, és végre fellélegezni. Azon kívül a levegő eleme utal a te ötleteidre, a terveidre, a döntéseidre és a kommunikációra. Tehát egy fontos beszélgetés lesz a közeljövőben, és fontos döntéseket fogsz hozni. Itt a gólyák utalnak változásokra. Hamarosan lesz nálad változás, vagy a munkádat illetően, vagy a lakhelyet illetően, vagy a családban, vagy a párkapcsolat területén. Itt láthatunk egy gyermeket, ami szimbolizál egy új kezdetet, vagy a gyermekeket, és a gólyák a gyermekkel együtt lehet egy kisbaba születése is. Itt látható egy jó indulatú hölgy a környezetedben, lesz egy jó hír. Ez a levél lehet egy szerződés is, vagy egy dokument. És ez a gyermek utal egy új kezdetre, újdonságokra, és itt pénzről van szó, nyereségről van szó. Hiszen a kártyák azt mutatják, hogy itt javul a helyzet. A pénz jelentheti a belső értékeket is. És ez a gyermek a fiatalos kisugárzást, az ártatlanságot, és itt látható ez a jó hír számodra a közeljövőben. És én kívánok neked egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Denderrel!